Megőrült a Magyar Hírlap szerkesztősége. Ingyenes a Magyar Hírlap. Ingyenes a Magyar Hírlap. Megőrült a szerkesztőség. Milyen új értékeket képvisel ez az új, régi új Magyar Hírlap? A tradíció, nemzet, hagyomány. Tehát ezek a mostanában előkerült új fontos dolgok számunkra. Lélegeztetőgépé alakítják a stadionokat! Minimum! Bájer Zsolt, bocsánatot kér, ingyen van az új Magyar Hírlap! Nem tudom elképzelni, hogy hogyan lehetne 8 oldalt megtölteni. Csak jó híreket. Gyanús. Hogyan sikerült megszerezni Széles Gábortól a Magyar Hírlap tulajdonjogát? Opciós elővásárlási jogunk volt rá. Nál, hogy most dolgozom kell az újságon. Ja, hogy frissen ki kell nyomtatni? Hát a képeket még át kell nézegetni, idéből épp kell rakni. Eltűnt Fekete György. Atya ég. Pénzt találtak a kutyában. Megfújjuk alá, tesszük a kezünket, láthatóvá tesszük, és mondjuk, hogy ne lettél ma már olyan nagyot, hogy egy picit bepisiltél. Magyar Hírlap külön szám, megőrült a szerkesztőség. Ingyenes a Magyar Hírlap, megőrült a szerkesztőség. Tehát ez az új szerkesztőség a Magyar Hírlapnak? Ez a legújabb, ez tök titkos, és senki nem tud róla, ez teljes inkognitóban van ez az egész. Erről még én sem tudok, tehát nem is beszélhetek róla. Ez a legtitkosabb dolog, ami valaha a Földön volt. Igazából senki nem tudja, hogy mi zajlik. Kézzel csináljuk az újságot. Egy 70 éve kezdtük el csinálni. Ezért így lehet ingyenes. Bájer Zsolt, bocsánatot kér a Magyar Hírlap hasábjai! Hol lesz Bájer Zsolt íróasztal? Nem tudom, ki ez a Bájer Zsolt. Tényleg leállítják Paks 2 építését, hát meglepő a hír. Ez a hírcsárdának a papírkiadása? Hát olyan Magyar Hírlap van ráírva. Az való igaz. Biztosan növekszik az északi sarki égtakaró. Értem, hát legalább a jeges meddignek jó lesz. Úgy tudom, hogy ez az igazi, tehát hogy felvásárolták. Nem vagyok benne biztos, nem győztél meg. Pár sajtó lesz az új, régi új Magyar Hírlapból? Hát ez a központi újság a pár sajtónk, és ez igazából a központi újságnak a reklámja. Elég pénze van a Magyar Hírlap újságíróinak, arról írnak, amiről kedvük van. Mi igaz a pletykákból, hogy meg is szűnik egyúttal a Magyar Hírlap? Ezt még majd eldöntjük, tehát most érvényesítettük a korábbi opciós tulajdonjogunkat, és aztán meglátjuk, hogy érdemes-e ilyen formában ezt az újságot tovább üzemeltetni, vagy pedig elképzelhető jövőben csak faxon fog majd megjelenni. Hát ez egy izgalmas nap. Ez így érdekes, permet nézünk elébe, akkor ez az UTV2 perc szerintem. Nagyon igényes, 100-szor jobb, mint az eredeti. Kiváló, egy nagyon-nagyon kellemes hír. Annak elégedett lett a napom, köszönöm. Hozzá kell tenni, hogy én jobboldali vagyok. Milyen hülyeség ez? Idén milliárdok az oktatás támogatása. Oktatás a pénzt tenni. Ez fölösleges pénz. Erre bezzeg van pénz. Landul ilyen korán bármit csinálni, az meg igen. Ingyenes a Magyar Hírlap. Úgy sem néző emberek. Ingyenes a Magyar Hírlap. A Magyar Hírlap. Nincs Kinek a pénzéből épül ez a média birodalom? Közösségi finanszírozásból, természetesen. És melyik a legjobb hír a cím oldalról? Felosztik az MSZP. Azt hiszem, egy új irányt talált a Magyar Hírlap, ilyen még nincs más itt lapoknál. Ez menő. Ez menő, meg az is, hogy felosztik az MSZP. Ez a kettő. Ez a Paks 2 leállítása és a gyalogos Dunaparton. Fihez, szerintem mindenképp ez a leállítják Paks 2 építését szerintem a legjobb hír. Ez nagyon értelmes dolog lenne leállítani. Ez egy olyan jó hír. Kár, hogy nem igaz. Melyik a legrosszabb hír akkor? Legrosszabb hír? Feloszlik az MSZP. Mi ezt a következő a kenyér? Teljesen a magyar kétfarú kutyapár tulajdonában van a Magyar Hírlap ezek szerint. Igen, 98%-os részesedést szereztünk. És mit szólsz, hogy a Széles Gáborék mindenek ellenére ma is kiadtak egy másik számot? Fel vagyunk háborodva, hát nyilván elképzelhető, hogy bepereljük őket. A jogászaink már vizsgálják a lehetőségeket. Az a baj, hogy
valóság tartom a picit. Tehát úgy volna szép, ha ez lenne a valóság. Tehát ez egy gyanús újsághack, meg az, hogy ingyen adatták. Jó, hogy ez most egy kacsa. Okay. Többen nem akarják elhinni, hogy ez az igazi magyar hírlap. Csak jó hírek a külön számban. Igen, mert tehát a Széles Gáborék is továbbra is kiadják az ő újságjukat. Felelőtlenség szerintem káoszt okozhatnak ezzel, és hát majd megszokják az emberek idővel. És előfizetnél erre az mindenképp, új magyar hírlap? Mindenképp. Több évre. De hát ha ilyen marad, igen, mármint, hogy ennyit bármikor megveszem.